klasszikus vicc szerint a teológus és a geológus közti különbség ég és föld. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Önök a hetednapi adventista egyház Gyere, ahogy vagy című műsorát látják. Én Ömböli Krisztián vagyok. És nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Szabó Gergőt, aki pont egy ilyen teológus hallgató legalábbis. Szervusz, Gergő! Szervusz, én is üdvözöllek, és a nézőket is szeretettel üdvözlöm én is. Igen, jól tudod, teológus hallgató vagyok. Igen, és az elmúlt néhány napban, ahogy az egyik közösségi oldalt böngésztem, akkor egyre másra Gergőnek az arcát láttam felbukkanni különböző úgynevezett idővonalakon. És egy olyan cikk készült veled az elmúlt néhány napban, ami arról szól, hogy honnan jutottál el, és hova, hogy honnan jutottál el oda, amit most már előrevetítettünk a kedves nézőknek, hogy teológus hallgató vagy. Mesélj egy pár szót arról, hogy ki voltál te, ki az a Szabó Gergő, honnan jössz, és hogy milyen életed volt, mielőtt így döntöttél, hogy teológiát szeretnél tanulni. A történet ott kezdődik. Zala megyei kis faluból jöttem, Nagykanizsa mellett. Az alaikról annyit tudni kell, hogy nem isznak, mióta van vedelés. Na jó, nem, ez a vicc része volt. A lényeg, hogy én egy abszolút ilyen hívőéletmentes családba születtem, középvállalkozó édesapával, és viszonylag bohém életet éltünk. Ugye én az igazi elsősoros rocker voltam, hogy pia, csumpulás, nem tudjuk, hol alszunk, nem tudjuk, hol kelünk. Meg volt az összes megfelelő fesztivál is ennek tükrében. Tehát én innen jöttem. Ebben minőségi változáson 18-9 éves koromra fordulóval történt. Volt egy kis családi válságunk otthon, ez sok helyen előfordul, és akkor édesanyám találkozott először ilyen adventista gyülekezettel, és akkor mondta, hogy menjek én is vele, vesztenivalóm nem lehet. Jártam már piarista rendi iskolába, úgy nagyjából képbe voltam, hogy milyenek a vallások. És akkor itt a gyülekezeten belül ismerkedtem meg a cserkész csapattal. Mielőtt tovább mennénk, hadd kérdezzek egy dolgot, mert ismerek néhány rockert, jó magam is jártam hasonló körökbe. Milyen volt az első tapasztalatod, amikor beléptél egy keresztény gyülekezetbe, vagy egy adventista gyülekezetbe most esetünkben? Mi volt az első benyomásod? Nekem lassú volt, kérlek szépen, élettelen, és furcsa, tehát nem tudtam hova tenni, nem hittem el, hogy ilyen van. Tehát mondom itt, valami van a levegőben, mert mindenki olyan nyugodt, olyan lassú, nem feszült, tehát az a feszültség, az a vibrálás nem volt meg, ami mondjuk egy pokolgép koncertet jellemző. Amihez szoktál. Igen. És akkor ott hagytuk abba a történetet eddig, vagy ott tartottunk, hogy bejöttél a gyülekezetbe, vagy meglátogattad egyszer a gyülekezetet, és találkoztál a cserkészekkel. Na, mesélj erről egy kicsit többet, hogy kik ezek a cserkészek, kezdjük itt. A cserkészet az egy hagyomány, egy Angliából érkező hagyomány, amit még ugye a búr-angol háborúk utáni tapasztalatok szültek. Gyakorlatilag a gyenge családi helyzetben, vagy családdal nem is rendelkező fiatalok ért találta ki, aki kitalálta ezt a fajta tevékenységet. Csapatba fogja fegyelemre, természetszeretetre neveli az ifjakat, illetve próbálja hasznos, építő emberi nevelni őket a társadalomban. Ez maga a cserkészet. Uh-huh. Tehát akkor beléptél egy olyan gyülekezetbe, ami lassú, találkoztál egy olyan csoporttal, ahol fegyelmet tanulnak. Igen. Igen, és akkor itt folytatjuk a történetet. Egyre izgalmasabb kezd lenni, én úgy érzem. Igen, és ami kapocs volt közöttünk, az, hogy meghívtak egy táborba, ahol lesz történelmi téma. Szerettem a történelmet, különösen a középkort, és hát akkor olyan voltam, hogy ki, ha nem én. Majd én megmutatom azt, hogy működik, miként, merre. Még nyárra, de hát az egy éven belül lett volna csak, úgyhogy nem igen foglalkoztam a kérdéssel. A fordulópont az év szilveszterében volt. Az történt ugyanis, hogy az e-mailek között kaptam egy ilyen cserkész szilveszterre való meghívást, egy ilyen téli portja jellegűre. Nézem, gondolkodok, hát mondom, nem baj, idén nem rúgok be nagyon, csajokkal se kell foglalkozni, meg legalább tudom, hogy hol alszok, na próbáljuk ki, rossz nem lehet. Oda elmentem, és akkor ott a klasszikus hívő közösséghez és cserkész közösséghez kapcsolódó dolgokat csináltunk, zenélgettünk, beszélgettünk, játszottunk, és ott érintett meg az egésznek a szele. És onnantól kezdve akkor te
ha nem is rögtön tagja, de résztvevője voltál ennek a cserkész csapatnak, vagy a cserkész összejöveteleknek. Mennyi ideig jártál te ebbe a cserkész csapatba, miután úgy elkezdtél foglalkozni Istennel, vagy Bibliával, vagy ez egy hamar jött dolog, vagy ennek kellett azért idő, amíg megérintett? Hogy történt ez? Az érintés az olyan volt, mint egy szájbavágás. Tehát ez így bum, egyből. Viszont egy folyamat volt a kialakulása maga. Tehát rögtön utána elkezdtem fokozatosan darabokba lemondani a dolgokról. Uh-huh. Elsőnek ugye az alkohol. Nyilván másodjára a csapongó életmód, ugye a lányok területén, és utána meg a biblia tanulmányozás és a cserkész foglalkozások. Pár évre rá letettem a cserkész fogadalmat, és 4 évre az eseményre rá pedig megkeresztelkedtem. A kettő között bibliát tanultam, táborokba jártam, voltunk külföldi táborban is. Sok minden történt. És tehát ez azt jelenti, hogy hány éves voltál te, amikor megkeresztelkedtél? 23 éves voltam, illetve hát azon a tavasszal volt, ugye én őszi gyerek vagyok, amikor fordulok 23-ról 24-be, tehát hogy valahol 23 és 24 között voltam. Tehát már felnőttként döntöttél úgy. Igen, igen, ez jellemző is a közösségünkre, hogy a saját felnőtt életkorú döntéseket preferáljuk, ezt nagyon fontosnak tartjuk. És így a keresztségben is az embernek magának kell eldönteni, és te is így tudtál akkor dönteni. És mesélj arról egy picit, hogy mégis mi volt az, ami megfogott téged, akár ebben a csoportban, ahol olyan dolgokkal szembesültél, olyan dolgokat tanultál, amit előtte nem. Azt mondtad fegyelmet, azt mondtad, hogy rendszerezettséget, azt mondtad, hogy természet ismeretet, vagy természethez való közelséget. Mi volt az, ami a leginkább megfogott, ami végül arra ösztönzött téged, hogy ennek az egyháznak és a gyülekezetnek a tagja legyél? Leginkább, ami megfogott, az a máshogy való hozzáállás a dolgokhoz. Uh-huh. Ugye én egy pörgős, győztes, harcos közegből jöttem, ahol lenyomjuk egymást, rosszra készülünk, rosszal fizetünk, túlélünk. Itt a máshogy hozzáállás. Tehát, hogy tapasztaltam szeretetet, egymás segítségét, megbocsátást, egy másfajta értékrendet, mikor nem csak az, hogy összemérjük hónap végén, kinek van több pénze, nagyobb autója, és a többi szokásos, ami egy egészen másfajta értékrendet, és azt, hogy egymás lelki életével is foglalkozunk, hát meg a tempóváltás. Tehát, hogy nem az a két végén égetem a gyertyát, meg lehetőleg alágyújtok, hanem hogy próbálok nyugodtan, békében élni. Új kapcsolatokat alakítottál ki mind a gyülekezetben, mint a cserkész csapatban, de mi lett a régi kapcsolataiddal? Azokkal, akikkel együtt jártál bulizni, akikkel együtt jártál inni, ők hogyan reagáltak erre a változásra akkor? Voltak rázós pillanatok. A legjobb barátaim közül egyik a mai napig próbál visszaterelni az ő szerinte igaz útra. Remélem, majd nézi ezt a műsort, tudni fogja, miről van szó. Lényegében sokakat elvesztettem, viszont ez jó szűrő volt, mert az igaz barátok megmaradtak. Hát nem igazán értették, hogy most mi meg hogyan, tehát főleg a bulizással meg a lányokkal kapcsolatban. Az egyik például megvádolt, hogy biztos meleg lettem útközben. Ezért sikerült így dönteni. Megszűrte és megszakította a régiből, de egy utólag visszagondolva azokat szakította csak meg, amik amúgy is vihetőek lettek volna. Úgyhogy elsőre egy negatív változásnak tűnik, de valójában egy nagyon pozitív változás történt ilyen tekintetben is. Általában, aki rockernek vallja magát, van egy olyan időrend, hogy általában a koncertek azok mindig péntek estére, vagy fesztiválok azok mindig hétvégére esnek, és mi nekünk, keresztény rockereknek ez problémás tud lenni. És ahogy beszélgettünk előtte, te is elmondtad, hogy ez volt az egyik olyan váltás, ami nagyon érdekes, meg nagyon éles váltás volt az előző életedhez képest. Az, hogy most a péntek estéid, a szombatjaid, azok teljesen máshogy alakulnak. Tudnál erről mesélni egy pár mondatot? Eleinte nehéz volt, hát ugye Krisztus követőként, ahogy egyébként annak idején Jézus Krisztus is cselekedett, a péntek és ez a szombati időszak, ez az Istennel való kapcsolatunk, és egyfajta megnyugvás, és egyfajta átszellemülési időszak ugye nálunk. Ugye Isten tisztelet szombat délelőtt, de már péntek naplementétől egy áhítatos hangulat. Hát az nagyon kemény volt eleinte,
mert ugye a péntek este valamikor úgy indult, hogy alapozunk, ezt tudjuk, hogy hány sört és egyebet jelent, aztán pedig bepörgünk, mint egy 20 millis gépágyú. Na most ehhez képest a változás, hogy péntek estére mindent letenni, nyugi, nem megyünk sehova, biblia tanulmányozás, átszellemülés. Eleinte nagyon nehéz volt, de mára teljesen az életem része, és nagyon jó ritmust, egy nagyon jó beosztást ad az egésznek, meg hát a megnyugvás is fontos része a dolognak. Azt mondtad, hogy olyan 23-24 éves korodban megkeresztelkedtél, viszont azóta is változtak azért a dolgok. Azóta is haladtál egy olyan úton, amit ez ennek a változásnak a következménye, mert neked van egy végzettséged, egy nagyon jó szakmád, ami... Én egy szakács vagyok eredetileg. Így van, ez egy nagyon jó szakma amúgy is, de te úgy döntöttél, hogy valami mást is szeretnél tanulni. Igaz? Igen, tehát mind a mellett, hogy már értek valamihez, jó lenne akkor már beleásnom magam, én ilyen fajta vagyok, szeretem tudni, hogy miről van szó. Hát teológus hallgató lettem, ami ugye a hittudomány, a teológia, és gyakorlatilag ezzel foglalkozik, amit én itt tapasztaltam, tanultam, Bibliáról tanulunk, egyháztörténelemről tanulunk. Én magam sok mindenért kezdtem, a legfontosabb a Biblia ismeretem, és az, hogy az emberekkel való munka megértése számomra, hogy ezt miként csinálták az ősök, és miként csináljuk most. És mi a célod ezzel? Még most is hallgatója vagy a főiskolán a teológia óráknak. Mi a célod ezzel? Mi lesz akkor, hogyha befejezed? Hogyan szeretnéd folytatni ezt? Hosszú távon olyan munkakört szeretnék, ahol emberekkel dolgozunk. Valamilyen módon segíteni a fejlődésüket. Ezt összefoglalóan én lélekmentésnek hívom. Ebben nagyon sok minden beletartozik, akár egy mentálhigiéniás mesterszak elvégzésével szanatóriumokba dolgozni, akár missziós területen, ugye van példának oka egy börtönmissziónk is, ahol ugye az egyik legelesettebb rétege van a társadalomnak, akiknek sok lelki segítség kell. Elsősorban szeretnénk visszaadni, amit én kaptam, mert nagyon sokat kaptam ettől, tudod? Tehát támogatást, szeretetet, értékrendet, biztonságot, és ezt szeretném kisugározni, világítani mások felé is. Ez egy nagyon nemes cél, és örülök, hogy erre jutottál. Mi voltunk csoportársak is ezen a főiskolán, és emlékszem arra, hogy nagyon, nagyon lelkes vagy. Mik azok a területek, amik a leginkább érdekelnek téged a teológián belül? Mik azok az órák, vagy azok a tárgyak, amiket a legszívesebben hallgatsz? Legszívesebben ugye a történeti háttereket, a dogmatikát és az exegézist, bocsánat, hogy nagyon szakmai voltam. A történeti háttér az egyértelmű, mi, mikor, hogyan történt. Maga az exegézis, amikor a szövegnek az értelmét próbáljuk megragadni, akár az eredeti nyelvén, akár magyar nyelven, mikor elolvasod, hogy akkor erre mire gondolhattak. A dogmatika pedig az, hogy hogyan alakulnak ki a tantételei, tehát hogy a kis történetekből és a kis dolgokból hogyan alakul az ki, hogy én mit most miért csinálok. Például, hogy hogyan jön az, hogy szombaton van nekem az Isten tiszteletem, ezt ugye ez a tantárgyon keresztül érthetem meg. Talán nem is meglepő, hogy pont ezeket a tárgyakat mondtad, mert ugyan nem hangzott el az előbb, de te azelőtt is hagyományőrzés, meg hát azt említetted, hogy a történelem az közel áll a szívedhez, illetve te magad is hagyományőrző voltál bizonyos szinten, úgyhogy nem meglepő, hogy ezek a tárgyak azok, amik érdekelnek téged. Mesélj egy kicsit még arról, hogy ezek a tárgyak, amiket hallgatsz, ezek az órák, amiken tanulsz, hogyan befolyásolják a te hitéletedet? Van-e ennek gyakorlati haszna? Van-e olyan, amit esetleg itt ezen a főiskolán megtanultál, és utána teljesen megváltoztatta a felfogásodat bizonyos dolgokról? Ugye a hagyományőrzés véget, ha vannak ősök, tehát alátámasztásai annak, amit csinálok, az nekem mindig egy plusz erőt, egy plusz hovatartozást ad, és az adott tantárgyakból számomra a legfontosabb, ami a lelki életembe segít, hogy végig gondolom, hogy előttem a sorban hányan csinálták. A történeti visszatekintésből, tehát a Mózestől máig, hogy mennyien dolgozunk ezen az ügyön. Ez nekem nagyon fontos volt. Akkor segített gondolkodni, rendszerezni, de ami még fontosabb, egy képet, tehát egy világképet adni az egészhez. Ugye sokszor nem tudjuk elhelyezni magunkat térben, időben, kultúrában, stílusban, nekem ebben is segített. Tehát megtalálni magát a hívő identitásomat. Hogyha ki kellene emelned egy valakit a Bibliából, akit követni szeretnél így az életedben és az elhívásod folyamán, akkor ki lenne az és miért?
Számomra Nehémiás. Nehémiás ószövetségi, és mégpedig azért, mert feladta a személyes kiváltságait, ugyanakkor jól használta, és a saját, és a, tehát a nép, a testvérei, a barátai érdekében cselekedve valami nagyot alkotott. Tehát ezt tudni kell Nehémiásról, Nehémiás könyvéről, hogy a város újjáépítésén dolgozott annak idején, a lerombolás után, és ezzel számolt, és egy olyan állást hagyott ott, szerintem ma kevesen csinálnánk meg, tehát az egyik aktuális legnagyobb uralkodónak volt egy személyes beosztottja. De jó keresett, és ezt feladta azért, hogy a népért tegyen valamit, és hogy felépítse a legfontosabb városukat. És ez ma példaértékű szerintem. Hát különösen neked, aki nem feladtad, talán azért otthon még gyakorlod az eredeti szakmádat, de helyette választottál egy olyat, ahol közvetlenül az emberekkel tudsz foglalkozni, és ez tényleg Nehémiáshoz nagyon hasonló. Említetted, hogy több olyan barátod is van, akik még megmaradtak azok közül, akikkel előtte koncertezni jártál, meg bulizni jártál, akik nem követtek téged ebben a változásban. De azt is említetted, és épp az előbb ugye Nehémiással kapcsolatban is beszéltünk róla, hogy te közvetlenül szeretnél az emberekkel dolgozni. Mit gondolsz, hogyan tudod őket segíteni, hogy ők is esetleg ilyen döntésre jussanak, mint te, vagy csak támogatni őket, vagy fontosnak tartod-e egyáltalán, hogy velük tartsd a kapcsolatot, és hogy őket e felé vezesd? Mindenképpen. Egyrészt ugye saját életemet is látják, erről sokat beszélgetünk, sokat kérdeznek, sokat válaszolok nekik, illetve több olyan missziós programot is tudok, ami segíthet nekik esetleg a változásban. És mi az a, hogyha egy dolgot kellene kiemelned, mi az az egy dolog az egyházban, a cserkészetben, a gondolkodásmódban, ami szerinted a leginkább megfogná őket, vagy megfoghat embereket úgy általában, azokat, akik még esetleg nem ismernek bennünket, mi az, amivel a legkönnyebben be lehet őket hívni, hogy megnézzék, hogy mi mit csinálunk, meg hogyan élünk? Egy dolgot nem tudnék kiemelni, a hozzáállást. Tehát a szeretet, megbocsátás, a kegyelem, ennek, ezeknek az erejét, hogy ahogy így ezekbe szervezi magát az egységet, meg a dolgait, ezt tudnám kiemelni. Ez az, ami nagyon fontos, és nagyon hiányzik, és egyébként éhezik is rá mindenki. Így van. És örülünk, hogy te ezt megtaláltad, és hogy ezt az embereknek tovább szeretnéd adni, másokat is szeretnél ezzel megismertetni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy a vendégünk voltál, és kívánjuk, hogy ezen az úton tovább haladva még sok áldást nyerj a másokkal való foglalkozásban. És köszönjük önöknek is, hogy velünk voltak. Műsorunkat egy áhítattal zárjuk. A viszontlátásra! Köszöntöm kedves nézőinket! A mai alkalomkor egy olyan témával fogunk foglalkozni, amely mind az Ó, mind az Új Szövetség összes emberét, akik vágyódnak arra, hogy Isten mellé kerüljenek, és Isten országának a részesei lehessenek, megérint. Mi is az az emberi életsors, az emberi életpálya, ami megdöbbent bennünket? Nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk, még ma is. De a Szentírásban se szeri, se száma azoknak a történeteknek, amikor az egyes emberek, akiknek egészen másmilyen volt az értékrendjük, egészen más szokások szerint éltek, hirtelen megfordulnak, megváltoznak, és egészen más értékrend szerint kezdenek el élni. Mi okozta bennük ezt a hatalmas változást? Helyesebben ki okozta bennük ezt a hatalmas változást? Esetleg mi magunk is megéltük már ezt. Jézus Krisztus, amikor Nikodémussal beszélgetett egy éjszaka, akkor arra irányította a figyelmét, hogy ennek a változásnak az oka az, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek érinti meg az ember szívét, és a Biblia egyetlen egy szóval illeti ezt a megváltozást, úgy mondja, megtérés. A Szentírásban találunk egy nagyon különös életpályát, és ez az életpálya Jákob egyik fiájé, Júdájé. Amikor az idős pátriárka haldoklik, magához hivatja a 12 fiát, és mind a 12-t megáldja, és mind a 12-nek a jövendőjét is feltárja, az övékét,
a gyermekeikét, és szinte azt mondhatnánk, hogy egész Izrael jövőjét feltárja. Feltűnik a Genezis 49. fejezetében található jákobi áldások között, hogy két fiára különösen nagyon sok időt, nagyon sok szót, sok áldást áldoz, és feltesszük a kérdést, hogy miért. Józsefnél nem kérdés. József a kedves fiú, aki mint fiatalember, vagy akár gyermek, aki mint rab, aki mint rabszolga, vagy akár Egyiptom fejedelme is, soha nem adta fel a hitét. A másik nyűgöz le bennünket, a másik sors, és ott tesszük fel a kérdéseinket, mert a másik fiú, Júda, akivel oly hosszan foglalkozik az idős pátriárka, miért nem Rubennel? Miért nem az elsőszülöttel? Hiszen a Biblia első lapjaitól kezdve azt tapasztaljuk, hogy Isten kijelentette, minden elsőszülött az enyém. Akkor miért nem Júdától múlik el a fejedelmi bot, hogy ahogy olvasom a Szentírásból, a 49. részből, Júda, téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, és meghajolnak előtted atyádnak fiai. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljön Siló és a népek néki engednek. Júda sorsát egészen a Messiás megjelenéséig tárja itt fel, míg nem ő eljön, a Messiás, és olyan lesz Júda, mint egy oroszlán. De milyen is volt ez a Júda? Először is tudnivaló, hogy a nem szeretett feleségtől Leától származott, és a negyedik gyermek volt. Miért ő kapja az áldást? Azt látjuk az igéből, hogy Rúben mindig akart, Rúben mindig tervezett, mindig tele volt vágyakozással és nagy-nagy gondolatokkal, de a tettek nem követték a gondolatot. Júda pedig kifejezetten az egyik legkellemetlenebb gyermeke volt Jákobnak. Engedetlenségben, lázadásban, kánáni nőt vett feleségül, gyermekeit nem nevelte istenfélelemben, és amikor Támár az ő keserűségében megpróbált igazságot és érvényt szerezni az ő jogainak, akkor meg akarta őt égettetni. Tele haraggal, tele rossz indulattal. Ő volt az, aki javasolta, hogy Józsefet rabszolgának adják el, mert hogy mi haszna az, hogyha megöljük őt, és még el is kell titkolnunk, lesz vele egy csomó gond. De mi történik az ő életének a vége felé? Nem tudjuk, titokzatos dolog, hogy 20 év alatt mi történt Júdával. Min ment keresztül, de egyet biztosan tudunk, hogy amikor vissza kellett térni Egyiptomba az élelemért, és ki kellett váltani a börtönbe került Simeont, és el kellett vinni Benyámint, a szeretett feleség második fiát, akkor Jákob nem bízik Rubenben, aki szintén fogadkozik, újra fogadkozik, egyedül Júda kezeire bízza a szeretett fiút, és József, amikor meglátja testvéreit, akkor a hatalmas sírás akkor tör ki belőle, amikor Júda elébe áll, és azt mondja, hogy itt az én életem, itt az én szabadságom, azt vedd el, de nem akarok az édesapámnak több bánatot és fájdalmat, és nem akarom, hogy a testvérem szenvedjen, én szenvedek helyettük. Ekkor kiállt fel József sírva, mert ekkor József felismeri, igen, átmentek a megtérésen. Átmentek azon a szakaszon, amikor már nem olyan értékrend szerint élnek. Egy hatalmas változáson, mint oroszlán győzte le Júda a bűnt. Ezért van, hogy győz a júdabeli oroszlán. És ebből az ágból származott Dávid, ebből az ágból a megváltó, és ez a bizonyosság mindannyiunknak, lehetünk bármilyenek, lehetünk bármilyen rossz értékrend szerint élők, de ha győzzünk a bűn felett, mint Júda, akkor királyi székben ülhetünk mi is
a mi Istenünkkel, örökkön örökké. Amen.